Sziasztok! Folytatjuk utunkat az NC500-as túróútvonalon egy lakóautóval. A mai részben egy vízesés útvonalát követjük visszafele, majd egy picit örülök a parkolóban a szerencsémnek, majd meglátjátok, hogy miért, és a videó végén elmegyünk az egyik legszebb tengerpartra, amit valaha láttunk. Remélem, tetszeni fog nektek is. Megint úton vagyunk, elindultunk Ullapulból, megkávéztunk, és most délfele vettük az irányt, ugye folytatjuk az NC500-at. Megálltunk, mögöttem egy vízesés. Ilyen gyorsban nyomjuk az utat már most, mert sietni kell, mert még a szigetre is át akarunk menni. Megnéztem közben, ez az Ardeszi vízesés. Az előbb mutattam ezt a helyet, ez valakinek ez az egész, innentől, így erre a birtoka, hogy ahhoz tartozik, azzal a kilátással. Itt egy patak, ott a tenger, ott kell bemenni. Itt a bejárat, és ez ilyen magán. Kis saját padakkal. Hát nem rossz. De semmi üzleti érzéke nincs az embernek. Én simán csinálnék egy beljebben lévő kaput, itt csinálnék egy lépcsőt, ott keríteném le a vízesést, és ha más nem, csak kirakna egy ilyen Anis boxot, tehát egy ilyen őszinte boxot, kiírná, hogy adományokat elfoglalok. Egy font mondjuk, vagy csak donation, tehát adományozni lehet. És biztos, hogy csomó ember, ha csak naponta idejön mondjuk 50 ember, abból csak 10 adományozna mondjuk 2 fontot, már lenne 20 fontja. Jó, valószínűleg nekem 20 font nem egy nagy összeg, de akkor is legalább valami, mi meg viszont láthatnánk a dolgot. Szerintem azért sem csinálja, mert mindenki inkább csak máshol bemászna, átmászna, mert nagyobb szeméttel járna. Tudod? Őneki nem hiszem, hogy ez a pénz hiányzik. Meg az is igaz, jó. Amúgy annyit, hogy a Honest Box az a becsület kassa. Az a neve. Most fel kell másznunk a hegyre vera. Hát elvileg. Gyakorlatilag is. Nem. Akkor itt hagylak itt. Az sem. Még mindig a vízesésnél. Arra ott látszódik a vízesésből. Jaj, ott. És innen ez a kilátás. És most legalább süt a nap. Esőben nem jöttem volna ide fel a tetőre. Hát a tetejére a vízesésnek. Megmutatom, ilyen fű meg kő, ahol fel kell itt jönni. Kicsit csúszik, ma arra is egy ilyen nagyon pici ér folyik, de ha nem esik az eső, akkor simán fel lehet ide jönni.
Ez a fönti része, amit mutattam a vízesésnek, de még itt megpróbálunk fölmenni. Oda. Még mindig van annyi, de én nem akarok már annyit mászni, mert elmászhatnánk a forrásig is, akár. Persze most nem hoztunk időt, mindig cipelem a táskát, meg nagyon felöltöztünk Zoli nagy kabátba, nem abba szokott jönni, de most persze abba van. Én is kabát, sál, semmi táska, úgyhogy megpróbáljuk rávenni Zolit, ugye, hogy addig már nem menjünk fel. Meglátjuk. És jönnek le a turisták, meg kell kérdezni, hogy fönt van-e ilyen nagyobb vízesés, vagy akkor mehetünk vissza a kocsihoz. Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszamegyünk a kocsihoz, hiszen a vízesést akár a forrásig is követhettük volna. Itt a 4 levelű lóherém találtam, itt a Skót felföldön. Zoli előbb idejött és megmutatta saját magát, hogy ez az én szerencsém. Mutasd, mit mutatta előbb? Hogy mi az én szerencsém? Ez. Ez mind az enyém. Várj egy picit, bent a bőt, így, igen. Állj meg ott. Elvigye a férfi, hogyha megízze a sört, akkor nagyon erős lesz, mint az állat. Én annik is az vagyok, csak most jó vagyok. Nem akarok bunkolani. Kis szökellő, kis katica bagár, vagy mire gondoltál? Az is egy állat. Mindjárt szökellek én hozzád. Nem is elkezdek keresni, az a kis. Na hát azt megnézem, hogyha te találsz egy négy levelű. Én csak két levőt látok. Ez meg Annának a szövet mintája az ülésen, ami található szövet. Csak hogy őt is bemutassam. Megálltunk egy fél percre. Szemben, ott a szigetnél van egy homokos tengerpart, itt meg türkizes a tenger színe. Nem tudom, mitől ennyire türkiz. Ott. Én azt gondolom, hogy azért, mert ott homokos a tengernek az alja, a tengerfenék, és ugye alapvetően a tengernek a színe ez a kék, ez a türkiz kék. Nagyon sok helyen csak véletlenszerűen álltunk meg, ami éppen az útunkba került, és volt rá időnk, azt megnéztük. Viszont a következő úti célunk az tervezett volt, hiszen egy nagyon népszerű strandról volt szó. Mint kiderült, méltán híres a látványáról, de ezt mindjárt megláthatjátok ti is. Itt vagyunk Mellon Udrigle Beachnél. Itt homokos tengerpart van, de építettek ilyen kis fa sétányt. Leginkább azért, hogy ne a homokdűnéken sétálgassanak az emberek, legalábbis úgy emlékszem, hogy itt írták azt, hogy próbálnak vigyázni a homokdűnékre, a rajta lévő élő állatokra, növényekre. Itt egy kis patakocska megy mellettünk, és ott a tenger. Más bevállalta, hogy fürdik. Mi meg csak ilyen túracipőbe gyorsan lenéztünk. Ha nem sietnénk ennyire, akkor bemennénk néha-néha fürödni, csak még
Hát mindenki azt mondja, hogy nem az NC-ca része, de az a Sky sziget, hogy oda érdemes bemenni, úgyhogy azt még majd meglátjuk, hogy bemegyünk vagy nem. Na mindig ezt csinálom, le akarom fotózni, erre meg mindig elindul a kamera. Úgyhogy kaptok még egy kicsit a tengerpartból. Bár most is siettünk, próbáltuk az emlékezetünkbe vésni a tenger minden egyes elemét, a tenger morajlását, a távoli hegyeket, a színeket, a szagokat. Egy pillanatra még a cipőnket is levettük, hogy érezzük a homok érintését a lábunkon. Ez a tengerpart kihagyhatatlan azoknak, akik az N500-as túraútvonalat választják. Ismét útra keltünk, beírtuk a következő úti célt a GPS-be, de a véletlen megint közbeszólt. Megálltunk, delfinlesen vagyunk, mert kiszúrtam, hogy az egyik bójánál így, és ha mondom, halak ugrálnak, hogy mi lehet az, és szerintünk delfinek voltak, úgyhogy megálltunk delfint nézni. És hogy láttunk a delfineket, az a következő részben kiderül. És most egy kis ízelítőt láthattok, hogy mik következnek még, hogyha velünk tartotok, nem maradtok le semmiről. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. Ne felejtsétek el megnyomni a csengő ikonon, az összes értesítést kérek, és akkor nem maradtok le semmiről, ami a csatornán történik. Köszönöm, hogyha megnézted a videót, remélem a következő részben találkozunk, addig is, sziasztok!